Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora január 26-án szerdán. Új év, új feltételek a gazdaságban, új tervek a Múzeumfaluban. Nézzük a mai kínálatot. Új gazdasági év. Mire számítanak a vállalkozások 2022-ben? Munkahelyteremtés, közlekedés. Mozgalmas évet zárt a megye nyugati része. Sóstói Múzeumfalu. Önkénteseket keresnek, programokra készülnek. Emelkedett a minimálbér, de az iparozási adónak csak a felét kell idén is befizetni. Adnak is, el is vesznek a vállalkozóktól idén. Mire számítanak a cégek, milyen évet terveznek? Vendégem Comba Csaba, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm neki. Tavaly novemberben attól volt hangos a gazdasági sajtó, hogy sikerült megállapodni a minimálbér emelésében. Ugye a minimálbér idéntől 200 ezer forint. A garantált bérminimum, vagy más néven szakmunkás minimálbér pedig 260 ezer forint. Ezt valahogy ki kell tudni gazdálkodni. Erre a kormányzat is adott lehetőséget és engedményeket adó tekintetében. Milyen lesz ez az új év? Adnak is, el is vesznek. Hát annyit előjáróban szeretnék elmondani, hogy ez a második ilyen nagymérvű minimálbér emelés. 17-ben volt az első, amikor szintén 20% körüli érték volt, kicsivel pár 10%-a alatta. Hát mi vállalkozók nem akartunk ilyen minimálbéremelést. Tudjuk, hogy miből lehet megélni, ezt is tudjuk, de figyelembe kell venni a vállalkozásoknak a helyzetét. Az, hogyha van egy vállalkozás, aki többségében minimálbéres, vagy csak minimálbéres foglalkoztat, akkor annak most 20%-a bért kell emelni, mert ez kötelező, törvény van, rendelet van. Tehát kvázi a kormány ránk oktrojálta ezt a béremelést. És olyan sok vállalkozást ez hátrányosan fog érinteni, mint érintett a múltkor is, mármint a 17-es évi nagymértékű minimálbéremelés. Nagyon sok vállalkozással találkoztunk olyannal, akinek lekötő szerződései voltak a következő évre vonatkozóan, tehát mondjuk aki 21-be, 22 évre lekötötte már az egész évi kapacitását, valamilyen áron megállapodott, ez, aki konkrétan tudni, céget nem fog mondani, egy német piaca dolgozik, 26 ember foglalkoztat, mindenki minimál szakmunkás garantált bérminimumban, annak most 20%-a fel kell emelni. Ő nem tudja a megbízója felé felemelni a megrendelés összegét, tehát a lekötött szerződés összegét. Ilyen szempontból sok vállalkozás panaszkodik, hogy hát ezt megint honnan fogja kigazdálkodni. Ugyanis az soha nem veszik figyelembe egy ilyen döntésnél, hogy a vannak adott piaci helyzetek, amivel egy vállalkozás tud működni, vagy be van ágyazolva valahova, nem tud akkor így leakasztani még 20%-ot. Pár százalékot tud, de 20%-ot nagyon, tehát sok vállalkozást ezt nagyon kellemetlenül fog érinteni. Igen, arról szemben valamit a kormányzat, mi többet szerettünk volna, 5% szociális hozzájárulás csökkentés, csak azt. Ezzel szemben 2,5%-ot kaptunk, és megszüntették a szakképzési hozzájárulást, a 1,5%, összesen 4% engedmény jön a kormányzat részéről a 20% növekedéssel szembe. Tehát a mérleg nyelve azért nagyon-nagyon elbillent, és a vállalkozásokat ez hát természetesen hátrányosan érinti. Nem nagyon lelkesek ettől a vállalkozások, akiket érint. Van, ahol nincsenek minimálbéresek, azt is tudjuk, mert olyan a piaci helyzete, hogy rendes béreket tud fizetni, de hát sajnos nagyon sok területen tudjuk, ahol minimálbér, sőt a multiknál is, multinacionális cégeknél is minimálbéren foglalkozhatnak sok területen sok munkavállalót. Mi lenne a megoldás? Nyilvánvalóan a munkaadó is örül, vagy jó érzés, hogyha több bért tud adni, ez természetes, hiszen ez jó dolog. Azt kellene, hogy talán hamarabb elkezdeni a tárgyalásokat, hogy esetleg még egy jövő évi kapacitás lekötés előtt már értesüljön a munkaadó arról, hogy várhatóan egy nagyobb emelés következik? Ez tavaly szinte egész évben folyt ez a tárgyalás. Hát nagyon jó tudjuk, a főtitkárunk Perlusz úr az állandóan volt az érdekelő tanácsba, illetve a VKF-be, a vállalati és a kormány, vállalati szféres kormány konzultációs tanácsában, és hát ment a húzavonat, akkor egész évben mi tudjuk, nagyon Vosberkén belül, meg más területen is tudják ezt. A jó megoldás, Isten igazából nincsen, talán az lenne a jó megoldás, hogy a vállalkozásokra bízzák, hogy mennyit tud fizetni a dolgozóinak. És azt mondja, hogy én csak ennyit tudok, és azért valaki elvállalja azt a munkát, vagy nem vállalja el. Ugye, mert ez egy két oldalú megállapodás, egy munkaadó és egy munkavállaló egyességet köz, hogy én ennyire dolgozok neked, vagy önöknek, vagy kinek, egy vállalatnak.
De sajnos hát ez nálunk minimálbér rendszer van már nagyon régóta. A kormánynak ugye fontos, hogy minimálbért emeljen, mert politikai szempontból ő szavazatokkal, szavazókkal szerez. Ezt is értjük, ezzel is tisztában vagyunk teljes mértékben. De hát ezzel szemben kevés, amit viszont kapunk. Összességében azonban azt lehet mondani, hogy a vállalkozások helyzete javult az elmúlt időszakban, mert a piac az megmozdult az elmúlt 2-3 évben különösen. Igaz, hogy ez a Covid sok vállalkozás hátrányosan érintett, de ha figyeljük az országos mutatókat, azért a GDP növekedett, az országnak a gazdasági helyzete rengeteget javult ebben az időszakban, és most visszakerültünk már a Covid előtti állapotba. Ezeket a jövedelmeket a vállalkozások termelik ki. A befizetett adóból tud a kormány is, vagy az állam is növekedni, és többet felmutatni, és más területekre, vagy oktatás, egészségügy, stb. Sport, kultúra áthelyezni juttatásokat, amit a vállalkozások megtermelnek. Ez egyik gond lehet, vagy nehézség ugye a bértömeg megtermelése, de a másik pedig az, hogy van elég szakképzett, vagy akár szakképzetlen, de legalább munkaerő ebben, hogy áll a megye. Vannak olyan szektorok, amelyek kicsit jobban, nagyobb probléma ez, mint másoknál. Amikor telefonon beszéltünk először, akkor említettem önnek ezt a témát, azt mondta, hogy minden szektor küzd munkaerő hiánnyal. Melyik jobban? Ez a két dolog kéz a kézben járt, az a béreket növelni kell, munkaer azért is egyébként, meg növelik a vállalkozások, ettől függetlenül, hogy mi már bért felemelték, ami kötelező, de aki tudott, a vállalkozásoknak a nagyon nagy százaléka, szerintem 90% talán fölött, amúgy is emeltek volna bért. Ennek most a legfőbb oka az, hogy munkaerő hiány van. Ha röviden kell, ez azt mondanom, minden szektorban. Tehát nincs egész elég ember az építőiparban, nincsen különböző gépipari ágazatokban, nincsen a szolgáltatási szekcióban vagy területen sem elég munkaerő. Nagyon nehéz találni jó szakembert. Egyrészt az igazi jó szakik azok kiöregedtek, másrészt a fiatalok jelentős sajnos elment külföldre, ezeket most próbálja a kormányzat visszacsábítani. De azért mentek ember nyugodtan, és munkaerő hiány van. Hát ott is tudjuk nagyon jól a híradásokból, hogy csábítják a munkaerőt Kelet-Európából, Ázsiából, Afrikából, bárhonnan. Most nem a migrációról beszélünk, hanem amúgy vannak cégek, akik amúgy is felvesznek embereket más országban. Legálisan így van. Hát nálunk is ugye legálisan rengetegen, de itt a megyében is. Elsősorban Kárpátaljáról jönnek át sokan, de jönnek át Erdélyből, és most a legújabb hírek már arról szólnak, hogy Vietnámból, Mongóliából jönnek Magyarországba dolgozni, Indonéziából, ilyen távoli országokból is jönnek már, mert itt jobban keresnek, mint otthon, és eljönnek ide dolgozni. Na hát de ezzel nem lesz megoldva, annyian úgyse fognak jönni, hogy minden egyes szakterületen megfelelő szakmunkások, vagy esetleg mérnök vagy közgazdász is legyen. Tehát hiány van, a gazdaság az mozog, emelkedik, egyre több a munkaerő szükséglet, mert több a cégek részére a megoldandó feladat, a szállítási mennyiség vagy volumen, vagy a szolgáltatásnak a mennyisége és volumene, ezek növekednek. Valakiknek ezt meg kell csinálni. Vagy pedig akkor azt mondja a vállalkozás, hogy ezt már nem tudom elvállalni. De sajnos a másik oldala, hogy mivel nincsen elég munkaerő, sok vállalkozás azt tudja mondani, hogy vagy azt kell, hogy mondja, nem tudja, azt kell, hogy mondja, hogy már ezt a munkát nem tudjuk elvállalni, vagy nem tudja határidőre teljesíteni. Nem tudja pótolni az esetleg mondjuk egy hosszú projektet csinál, ami több hónapos vagy egy éves, egy kivitelezési munkát, akár egy építőipari cég, akár egy bármilyen más, egy fejlesztést végző cég. Időközben elcsábítják tőle a munkaerőt, mert ezzel találkozunk naponta, mert ott a másik cégnél többet fizetnek, mert neki is kell ugyanaz a szakember, és akkor ez nem tudja pótolni, nem tud határidőt teljesíteni. Tehát nagyon sok gond és probléma adódik ezen a területen,
hogy nem tudunk munkaerőt honnan szerezni. Ezzel küzd most az egész világ. Iskolapadból nem lehet már ott elcsábítani a gyerekeket középiskolában? Nagyon jó, hogy rákérdezett, én is akartam erre két szót, két gondolatot mondani, hogy a oktatás, ugye az, hogy mondjam, az mindig fáziskésésben volt, van és szerintem lesz is, nem tudnak napra kész szakembereket képezni. Tehát iskolában elméleti oktatás folyik. Minden egyes szakmunkás, beszéljünk most csak róluk, lehet az egy csőszerelő, vagy villanyszerelő, vagy egy hegesztő, bárki, az majd az életbe tanulja meg azon a munkahelyen azokat a szakmai fogásokat, amiből majd ő jó munkavégzésre alkalmas emberré fog válni 2-3, vagy van, aki 4-5 év múlva. Tehát ez egy idealista elképzelés, hogy kijön, és akkor már van, és fog tudni mindent csinálni. Nem fog tudni. És hogyha nincs előtte ott egy jó öreg szaki, aki már begyakorolta magát, és minden tud, rutinját, a szakmának minden rutinját tudja, akkor nincs, aki átadja neki. Akkor megint gondok vannak. Akkor ő majd az a fiatal kikínlódja valahogy, hogy ha akarod dolgozni, hogy hogyan kell ezeket a szakmai fogásokat úgy megcsinálni, hogy a cégemtől jövőre is kapnak, holnap is kapjanak megrendelést, mert ha nem jól teljesítek én, akkor esetleg a minőséget ezzel lerontom, és nem kap a cégem megrendelést. Ez nagyon összetett dolgok ezek. Tehát a szakmunkás képzést azt továbbra, és az az út jó, amire elindultunk, hogy kihelyezett gyakorlaton legyenek cégeknél. Egy pár nagy cég elkezdte, de a kis és közepes vállalkozásoknak egyszerűen nincs arra ide és lehetősége, hogy folyamatosan több szakmunkás képezzenek a munkájuk mellett. Nem érnek rá vele foglalkozni, egyszerűen nem érkezik. Pedig lehet, hogy ez lesz a jövő. Hát, vagy legalább egy-két szakit visszatartani, és neki az lesz a munkája. Valami megoldás majd ki fog alakulni, de most sajnos ez a helyzet alakul ki, hogy nagyon kevés a utánpótlás. Nincs. Mondok még egy hírt, egy héttel ezelőtt Szijjártó Péter miniszter volt a vendégünk, ugyanott ült, ahol most ön. Azt mondta, hogy ebben az évben lehet, hogy egy nagyon nagy befektető fog megjelenni a megyében, vagy Nyíregyházán, ami gondolom még inkább majd növeli a gondokat, mert még inkább majd elszívhatja a szakképzett munkaerőt egy-egy nagy világcég. Már én is tudok róla, még Szijjártó Pétertől függetlenül, hogy jön ide egy nagy, egy koreai cég. Igen, és amíg senki nem mondott semmit, akkor... Igen, és sok embert akarnak majd felvenni, ez több száz főt jelent, na most biztos, hogy többet tudnak adni majd egy szakmunkásnak, több fizetés, magasabb fizetés, mint egy kis és közepes vállalkozás, és akkor azt a kis és közepes vállalkozást hozzák majd hátrányos helyzetbe, akivel esetleg ő majd fel akar építeni a cégét, vagy karbantartatni akar ott, vagy valamilyen beszállító tevékenységét vál el tőle, az azzal fog küzdeni, hogy nem tudok ide bekerülni, mert nincs hozzá ember, amit te elvittél tőlem. Ez így működik sajnos. Ez nagyon jó tudjuk, ez évek óta így működik. Zárásképpen csak annyit, hogy a problémákról most beszéltünk, ezek tudtával és ismeretével milyen évetre számít 2022-ben? Nehéz, küzdelmes év lesz, vagy azért a növekedés az jellemző lesz a megyére is. És hát azért mi vállalkozók optimisták vagyunk, mert hogyha nem lennének a vállalkozók optimisták, akkor feladnák, vagy nem tudom, elmennének, nem tudom, Zabothegyen, most mondok, vagy hivatalnoknak elmennének, hogy ott nyugisabb a helyzet, akár ezt tudjuk mindannyian. Tehát a vállalkozók azért megtesznek mindent azért, hogy akármilyen helyzet alakul ki, most itt legyen magasabb minimálbér, amiről beszéltünk, legyen szakmunkás hiánya, hogy ő fenn akar maradni, hát azért hozta létre valaki, vagy valakik azt a vállalkozást, azért hozták létre, hogy az működjön, ott embereket foglalkoztatnak, és annak jövedelmet tudjanak biztosítani. Tehát mindent, megtalálják meg a kiskapukat, a lehetőséget. Hát mindenki ilyenkor gondolkodik, pörög az agya, és én azt hiszem, hogy a magyar vállalkozói, meg itt a megyei vállalkozó rétegben is megvan már az a rutin, mert a vállalkozások nagy része itt már hosszú-hosszú évek óta működik, hogy megtalálják majd azt a kiskaput, vagy az utat, hogy hogyan tudjanak fennmaradni és tovább lépni. Így legyen. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy vendégünk volt. Köszönöm a lehetőséget. Más témával folytatjuk, kicsit más témával. Munkahelyteremtés, közlekedés, fejlesztés, egészségügyi, szociális terület, több milliárd forintos beruházások zajlottak a megye 2. számú választókerületében az elmúlt évben. A térség országgyűlési képviselőjét, Vinnai Győzőt kérdeztük a tavalyi évről. 2021-ben a Szabolcs 2-es választókerületben, amelyhez Nyíregyháza nyugati része, Nyírszőlős, a Kertváros és a Bokor tanyák tartoznak, Hímes is ide tartozik,
illetve ide tartoznak a Tiszavasvári járás települései, és ide tartoznak az Ivrányi járás települései, és a Tokaji út mentén még Nyírtelek, Rakamos, Kémár, Szabolcs, Tiszanagyfalu, a Nyíregyházi járásban. Körülbelül 96 ezeren laknak itt, és az itt élő embereknek nagyon fontos a csoportosítanánk, hogyha munka van, minden van, és a pandémiás időszakban azt mondanám, hogy az egészség. Talán ez áll az első helyen, mert ha az egészségünket nem tudjuk megóvni, fizikai és mentális egészségünket, akkor rányomja bélyegét az életünkre, a család életére, és akkor nagyon nehezen tudjuk azt elérni, hogy a munkahelyjel bért szerezzünk, a családot összetartsuk, az infrastruktúrát javítsuk. A második a közlekedési infrastruktúra javítása, mert az embereknek igénye van arra, hogy jó utak, jó járdák legyenek, könnyen elérjenek A-ból B-be, egyébként is az idő a 21. században nagyon értékes. A harmadik az egészségügyi, szociális beruházások, óvodák, bölcsödék, egészségházak, ami mentőautók átadása, mentőállomások felújítása, és a negyedik pedig szerintem az a turisztika, kultúra, sport világába tartozik. Ami a munkahelyet illeti, sikerült átadni Ivrányban a déli és északi iparterületek összekötő útját, tehát ott van egy ipari park, vagy egy ipari terület, amely az ottani vállalkozókat segíti. Nemrég voltam egy vállalkozói fórumon Ivrányban, ahol elmondtam, hogy az építőiparban, a vasiparban, az élelmiszeriparban, a mezőgazdaságban, a gazdák is jól működnek együtt Ivrányban, és gyakorlatilag elég sok munkahelyet teremtettek, sok családnak adnak kenyérkereseti lehetőséget. Tiszalökön és Tiszavasváriban folyamatban van az ipari park kialakítása, uniós topos forrásból, és Nyíregyházán pedig a Tiszavasvári úti felüljáró után van az ipari park második üteme, ahol a Lego is található. 2021. júniusában Budapesten voltam, és a Lego egy óriási beruházást jelentett be, egy 53 milliárdos fejlesztést, amely 2023 végéig fog teljesülni, és több mint 300 új munkahelyet fog létrehozni a Lego. A magyar kormány 6 milliárd forinttal támogatja ezt a beruházást, új raktárt, csarnokot építenek, gépeket vesznek, ami azt jelenti, hogy már most közel 3000 embernek adnak munkát, és több mint 3000 ember fog ott dolgozni. Ez nem csak Nyíregyházáról, hanem hogyha látjuk a Lego buszokat, akkor az agglomerációból, tehát látunk ilyet, hogy Lego Ibrány, Lego Tiszalök, Lego Paszab, ez mind-mind a választókerületen települését jelenti. Tehát fontos, hogy fejlődjenek a nagyobb vállalatok, úgymond a multik, és nagyon fontos, hogy a magyar közép- és kisvállalkozók is munkahelyet teremtsenek. Eredménynek tartom, hogy a munkanélküliségi ráta az Nyíregyháza és térségében az országos átlagot eléri, 3,9%, míg Tiszavasvári járásban, vagy az Ivrány járásban egy kicsit magasabb, 7-8%, de nem szabad elfelejteni, hogy 2010-ben itt 20-25% volt a munkanélküliség. Tehát azt gondolom, hogy sikerült előrelépni a munkahelyteremtés területén, és még megemlítem azt is, hogy a közfoglalkoztatásban több mint 3000 ember dolgozik ezeken a településeken, de volt idő, amikor több mint 5000 dolgozott, tehát itt is jelentősen csökkent a szám, az emberek a közfoglalkoztatásból átmentek az elsődleges munkaerőpiacra. Tehát azt gondolom, hogy léptünk előre, de itt még sokat kell dolgoznunk azért, hogy rendben legyenek a dolgok. Nagyot léptünk előre a közlekedési infrastruktúrán, csak a nagyobb beruházásokat említem. Az elmúlt napokban adtuk át a Tokaj-Rakamasz közötti híd felújított szakaszát, ez nagyon fontos, hiszen ugye a 38-as út Tiszai hídján Nyíregyházától Bodrog keresztúrig tart, és a Nyírséget köti össze a hegy aljával, az Alföldet a hegységgel, nagyon nagy a teher és személyforgalom, és a turisztikai övezet is, hiszen Nyíregyháza és Tokaj egy kiemelt turisztikai térségbe kerül. Nemrég fejeződött be a Tiszavasvári úti felüljáró felújítása úgy, hogy majd tavasszal még folytatni fogják, tehát eredetileg az a terv, hogy augusztusban adjuk át, de most már megnyitották a 4 sávot, lesznek még munkálatok tavasszal, amikor az időjárás engedi, de tulajdonképpen azt a 1977-ben átadott felüljárót, amely elfáradt, elkorrodáltak a tartó pilléré, azt sikerült egy kiemelt kormányzati programból felújítani. Emellett a bokortanyákon Antal bokor, Zombori bokor, Varga bokor és Róka bokorban is új aszfalt szőnyeget kaptak. Ez azt jelenti, hogy a bokortanyákon a külterületen élő emberek is könnyebben tudják megközelíteni a belvárost. Ezt nagyon nagy eredménynek tartom, hiszen rájuk is figyelni kell. De hogyha a Nyírszőlősi utat nézem, teljes, komplett felújítása megtörtént, még egy 2 kilométeres szakasz hiányzott, ott a Búji útig, vagy a Kótai-Bújj elágazásig. Ez azt jelenti, hogy
2019-ben átadtuk a Nyíregyházát nyugatról elkerülő utat Nyírszőlősig, most ezt a Nyírszőlősi utat felújítottuk, tehát abból a térségből az autópályát könnyebben és gyorsabban tudják elérni. Itt gondolok Ibrányra, Tiszabercelre, Paszabra, Gávalencsellőre, Bújra, Kótajra, nem kell bejönni Nyíregyházára, hanem a Nyírszőlősi úton eljönnek a körforgalomig, és ott az elkerülőn, Kálmánházánál fölhajtanak az autópályára. És belterületi utakban, az egyes településeken sikerült önkormányzati kezelős utakat felújítani a Magyar Falu programból, vagy belügyminisztériumi pályázatból, ez is eredmény, és azt gondolom, hogy ezt folytatni kell tovább. Ami a egészségügyi és szociális intézményeket illeti, sikerült két óvodát a közelmúltban átadni, Tiszavasváriban a Minimanó óvodát, komplett felújítása történt meg egy topos forrásból, illetve Magyar Falu programból Tímáron szintén az óvodát újítottuk föl. Nagyon nagy szükség volt rá, hiszen a 70-es években épült. Emellett korábban még 19-ben épült Gávancsilni új óvoda, új óvodák, 10 településen épülnek bölcsödék, folyamatban vannak, úgynevezett, úgy hívják ezt, hogy sikerült visszahulló, idézőjelbe uniós forrásokat találni bölcsődeépítésre. Ezt nagyon nagy eredménynek tartom, hiszen a kis települések így tudják megtartani a fiatalokat, ha ott van óvoda, bölcsőde, munkahely, a csokból tudnak építkezni, és itt Nyíregyháza környékén ez már egyre jellemzőbb, hogy a fiatalok nem csak Nyíregyházán, hanem Nyírteleken, Bujon, Nagycserkeszen vesznek telket és építkeznek. Tehát ez is szerintem egy jó irány. Emellett egészségházat adtunk át Rakamazon ebben az évben, júliusban, ha jól emlékszem. Mentőautót adtunk át Nyíregyházán, de korábban adtunk át mentőautót Tiszalökön és Rakamazon, ott vannak mentőállomások, korszerű, mindennel felszerelt mentőautók ezek. Hát ebben a covidos helyzetben látjuk őket, hogy nagyon sokszor munkában vannak sajnos. A turisztika, kultúra, sport területén is sikerült előrépni. Néhányat emelnék csak ki, mert itt is sok átadó ünnepség volt. Az egyik ilyen turisztikai nagy program, az tulajdonképpen még egy topos forrás, amely Tiszadobtól egészen Gávavencsellőig vagy Tiszabercelig szabad strandokat fejleszt Tiszadobon, Tiszadadán, Tiszalökön. Aztán nem csak strandfejlesztés van, hanem turisztikai attrakciók is vannak ebben Szabolcs településen. Ezek még nincsenek készen, van, ami már készen van, van, ami még befejezés előtt áll, de nagyon fontos, hogy Nyíregyháza és Tokaj térsége egy kiemelt turisztikai övezetben van, és ezeket a turisztikai attrakciókat, amelyek Nyíregyházán, illetve a tiszamenti településeken találhatók, azt összekapcsoljuk, és Tokaj hegyalja is közel van, együtt lehet majd megnézni. Az a célunk, hogy a vendégészakák száma nőjön, nem beszélve arról, hogy a Tiszán nyaralóhajó program indult, kerékpárutak építésére is sor fog kerülni a választókerületben, ez már most a jelenlegi uniós forrásból fog megtörténni. Úgyhogy én azt mondom, hogy sok minden történik, a kultúra sport területén az atlétikai centrumot is megemlíthetem, ugyanitt még Nyíregyházán hivatalosan nem adtuk át, de már használhatják, hiszen még eszközök fognak érkezni. Ez egy nagyon korszerű, modern atlétikai centrum. Azt mondják nekem a szakemberek, hogy ez a korábbi tatai edzőtábort is felülmúlja, olyan modern körülmények vannak. Versenyeket lehet rendezni, edzőtáborokat lehet rendezni, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ez az atlétikai centrum ide került Nyíregyházára. Úgyhogy ezt így szeretném összefoglalni, hogy nem tertétlenül ez az év sem, de azt ígérhetem a választóknak, hogy 2022-ben ugyanezt a tempót fogjuk tartani, ha lehet, még ráteszünk egy lapáttal. Önkénteseket keres a Sóstói Múzeumfalu. Ezzel a meglepő hirdetéssel találkoztam a minap. Mi történt az intézményben? Kevés a dolgozó? Vendégem a Múzeumfalu igazgatója, Balogné Szűcs Zsuzsanna. Jó estét kívánok! Kicsit meglepődtem, amikor ezt a hirdetést láttam egy online felületen. Mi történt? Miért keresnek önkénteseket? Már nem az első eset, és minden múzeum próbál önkénteseket szerezni, hiszen nem az, hogy kevesen vagyunk, de sok a feladat, amiben segítséget várunk. És ugye van olyan társadalmi réteg, ami azt gondolom, hogy igényt ad arra, hogy például kiszabaduljon, akár a szabadban, mert ugye mi egy szabadtéri néprajzi múzeum vagyunk, és lehetőséget tudunk biztosítani arra, hogy akár munkát fölajánlva, szabadidőt eltöltve, ingyenes látogatással egy kicsit tevékenyen töltsék a mindennapokat. Két olyan réteg van, akit megcéloztunk ezzel a felhívással, már tavaly is,
Az egyik az a középiskolás korosztály, akiknek az 50 órás kötelező közösségi szolgálatot el kell valahol tölteni, hát mi ezt tudjuk igazolni. Nagyon sok diák érkezett a tavalyi év folyamán is, több mint 1000 órát töltöttek a múzeum faluban összesen, tehát mondhatom, hogy igazán szeretik ezt a helyszínt. A másik réteg pedig hát nem titkolt szándék a nyugdíjasok. Ők az a réteg, akiknek van valami kötődésük a falvakhoz, a falusi élethez, nosztalgiázni szeretnek jönni, lakótelepen laknak, a legtöbben elmondják, hogy a lakótelepről olyan jó kijönni hozzánk a múzeumfaluba, és akár a kertészkedésben, akár a látogatófogadásban aktívan részt tudnak venni, és idén is keresünk ilyen embereket, akik a pandémia ellenére oltva el tudnak jönni hozzánk a múzeumfaluba, és részt tudnak venni ezekben a munkálatokban. Középiskolásoknál az iskolának kell szólni, hogy a múzeumfaluba szeretnék ezt a 50 órát teljesíteni, tehát a két intézménynek kell egymással kapcsolatban állni, vagy egyszerűen csak bekopogtatnak önökhöz, és elkezdik? Mind a két vonalat tudjuk segíteni. Sokan inkább iskolán keresztül jönnek, a legtöbb nyíregyházi középiskolában már van együttműködésünk, mind nekünk, mind pedig a József András Múzeumnak, de vannak például Balatonfüredről is van egy középiskola, akivel együttműködünk, tehát mind a két vonalat tudjuk képviselni. A diák a lényeges, hogyha nálunk szeretne lenni, akkor megoldjuk, hogy itt töltse ezt az időszakot, és le tudjuk neki igazolni. Van valami határideje jelentkezésnek, vagy bármikor az év során bármikor lehet? Bármikor, csak ilyenkor tavasszal, mielőtt nyitunk, azért fölhívjuk a figyelmet, hogy hamarosan nyit a múzeumfalu, és lehet bátran jönni. A téli időszakban kevéssé tudjuk őket aktivizálni, hiszen mi magunk is készülődünk a nyitásra, de amikor nyitunk, akkor viszont már egészen, főleg a nyári időszakban rengetegen szoktak jönni hozzánk, és segítenek nekünk. És mikor nyit? Ugye tavaly májusban tudod, de ez a pandémia miatt volt. Ha idén engedi a pandémia, akkor már márciusban készülünk. Egy március 15-ét megelőző, március 12-i szombati nyitással tervezünk. Ez egy hosszú hétvége, úgyhogy arra appellálunk, hogy sokan, hogyha megtehetik a pandémia miatt, kimozdulnak, és itt a helyi turizmus is felélénkül. Úgyhogy színes programokkal fogjuk majd várni a vendégeket, és még először történik meg az, hogy március 15-ét nálunk ünneplik majd a Sóstói Múzeumfaluban. Hát óriási nagy teher lesz most a múzeumfalon, de hát gondolom, hogy édes ez a teher, hiszen két évig most az anyacég, a József András Múzeum be lesz zárva a felújítás miatt, így aztán többnyire gondolom önöknél lesznek azok a programok megrendezve, amelyeket valahol egyébként is megrendezett volna a múzeum. Eddig is így volt, hogy a jeles napokhoz köthető programokat, céges rendezvényeket, külsős megkereséseket mi bonyolítottunk le. Az biztos, hogy egy kicsit jobban fogunk fókuszálni a kiállításokra, nívósabb, színvonalasabb kiállításokat szeretnénk majd bemutatni. Reméljük, hogy ez meg is valósul az idei évben. Elkezdtük fölvenni a kapcsolatot, az ötletek már csak úgy cikáznak a dolgozóink között, úgyhogy ha minden sikerül, akkor 6 tárlatra várjuk majd idén a vendégeinket. Ebből egyetlen egy lesz a saját tárlatunk, a többi az vendégkiállítás lesz, hiszen fontos az, hogy Kárpát-medence területéről, sok helyszínről hívjunk vendégtárlatokat, és bemutassuk itt a nyíregyházi közönségnek. Arra is van még hely, hogy esetlegesen újabb építkezések és újabb régi házak kerülnek a múzeumfaluba? Vagy inkább csak már a meglévő házakat rendezik be olyan eszközökkel, olyan kiállítási tárgyakkal, amelyek érdekesek lehetnek? Mindkettő. Tervünk van, hogy legyenek új épületek, keressük a forrásokat arra vonatkozóan, hogy megvalósítsuk ezeket. Már konkrétan van egy terv, ami talán idén, de nem szabad sokat elárulnom róla, mert a nagy sajtó nyilvánosság előtt ez még nem publikus, de törekvéseink vannak, és természetesen azt gondolom, hogy nem szabad, hogy megálljon a múzeumfalu itt. A meglévő épületeket karban kell tartani, de újabb lehetőségeket kell biztosítani, hiszen megváltozott a közönség 1979 óta, amikor megnyílt a Sóstói Múzeumfalu, teljesen mások az igények, az elvárások egy szabadtéri múzeum irányában, úgyhogy a jövőben az a célunk, hogy úgy alakítsuk a jelenlegi múzeumfalu kiállításait, és a jövőbeli épületeket már úgy tervezzük meg, hogy érdekességeket mutassuk meg.
Ugye a múlt évben már volt egy ilyen talán bölcsődéseknek készült kis rész is, vagy piciknek, ahol különböző érdekességek voltak felépítve. Ilyesmire gondoltad, hogy minden korosztálynak kézzelfogható és bejárható legyen a múzeum? Igen, meg értelmezhető legyen, hiszen azt gondolom, hogy azt a korszakot, a 19. századot már nehéz megfogni azzal, hogy egy interjúr kiállítást mutatunk be, hogy nézett ki egy konyha, vagy egy tiszta szoba, magyaráznunk kell, tehát interjúr kiállításokat úgy fogunk berendezni, hogy szituációkat fogunk megjeleníteni, amiben aktív szerepet kapnak az élő interpretációk is. Ez azt jelenti, hogy viseletbe beöltözött korhőruhában, korhűszöveget, korhű történetet mesélnek el majd kollégák, illetve önkéntesek is. Például ez a célunk, hogy minél inkább értelmezhetővé tegyük mindazt az ismeretanyagot, amit a tárgyak át tudnak adni, és funkciójában is megismerjék a néprajzi tárgyakat a látogatóink. Arra nincs idő, hogy most az egész évet átvegyük, de akkor az első fél évben, ugye március 15 körül lesz az első nagyobb attrakció. Mi várható 15-én? Gondolom lesz húsvét, pünkösd. Mire készülhetnek az első fél évben a látogatók? Az első, igen, már húsvétot nagyon várjuk, mert nagyon régen volt a múzeumfaluban locsolkodás. Húsvét után május 1, pünkösd, május 1 ráadásul anyák napja is, a pünkösdöt is várjuk, Szent Iván éjszakája, illetve hát ugye a gasztronómiai rendezvények közül a régi Magyarország ízeit szeptember 4-ét már most szeretném beharangozni, hogy mi arra nagyon készülünk. Nagyon sok partnerünk a tavalyi évben már jelezte, hogy idén is, 2022-ben is el kíván jönni hozzánk, úgyhogy ezekre mindenképpen várjuk a vendégeinkre, és természetesen lesznek gyermektáborok, kiállítás, megnyitó kisebb és nagyobb programok az egész év. Megvallom őszintén, hogy én tavaly össze voltam utoljára a múzeumfaluban, viszont hallottam, hogy tervben van az véve, hogy ott esetleg az megyei értéktár ott kerül bemutatásra. Mit kell el mindenről tudni? Így van, értéktár a múzeumban, múzeum az értéktárban című Hungarikum pályázat jó voltából, a Túr István dicsőrünk megújul, és egy tárlatot szeretnénk megnyitni benne, amiben a megyénk értékeit mutatjuk be. Húsvét hétfőjére tervezzük a kiállítás megnyitóját, reméljük, hogy semmi akadály nem gördül ezelé. Egy eléggé színvonalas, interaktív tárlatot szeretnénk bemutatni, és nagyon sok vendégünk van Dunántúlról, akik az állatpark mellett a múzeumfalura is kíváncsiak, és kevéssé ismerik megyénket, úgyhogy itt meg tudjuk mutatni azokat a helyszíneket, színhelyeket, ahova esetleg még érdemes ellátogatni a megyénkbe. Nem kívánjuk mi itt bemutatni az egészet. Egy pici szeletet mutatunk be arról, hogy a mi megyénk mennyire értékes, és érdemes mindenhova elmenni. No, hát akkor várjuk a márciust, és hogyha valaki szeretne önkéntesként is dolgozni, akár füvet nyírni, akár pedig szakmai munkát végezni, akkor azt gondolom várják majd márciustól, vagy előtte azért telefonáljon oda, hogy várják őket, igaz? Így van, holnapunkon minden információ megtalálható ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Szívesen. Eddig tartott ma a 35 perc, ezzel a műsorral legközelebb jövő hétfőn találkozhatnak, addig is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.